nem véletlenül ezen a forgatáson beszélgetünk erről a témáról. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a Várbéli Tamás volt az egyik első OTP Business nagykövetünk, még ha nem is így hívtuk őt annak idején. Most igazából ebbe várjuk további vállalkozás vezetők jelentkezését, akik akár a hosszú távú kommunikációnkban is szerepet kaphatnak. Volt-e neked ilyen folyamata, hogy megkeresett minket egy marketingügynökség, csináltak először csak egy ilyen kis rövid ilyen tesztfilmet rólunk, ott néhány kérdésre válaszoltunk, aztán így elkezdett alakulni, felgyorsulni a folyamat, és egyszer csak ott voltunk egy forgatáson. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ma már nagyon széles a kelléktára annak, hogy hogyan tudunk információt gyűjteni az ügyfeleknek, kutatásokon keresztül, big data elemzésen keresztül, sokféle módszertan van már erre, de mi nagyon hiszünk az OTP bizniszként abban, hogy a személyes kapcsolatoknak igenis varázsa és értéke van. Tehát nem véletlenül választottuk azt a formát, ahol fél éven keresztül konkrét eseményeken személyesen fogunk találkozni ezekkel az ügyfelekkel. Én azt gondolom, hogy alapvetően maga a program már annyira inspiráló, érdekes és sokszínű, hogy maga a részvétel már egy rendkívül izgalmas kalandnak ígérkezik. Én mindenkinek azt mondanám, hogy ha egy ilyen lehetőség elé kerül az életben, akkor ragadja meg. Abszolút mindenkit arra bíztatnék, hogy ebbe vegyen részt, mert egy tök jó dolog tud lenni a cége számára.